2002-ben 8 kortárs tánccal foglalkozó előadó hozta létre az Elegy Egyesületet Budapesten, akikhez az évek során csatlakoztak fotósok, képzőművészek, koreográfusok. Nagyon sok az áthatás, nagyon sok az áthallás, tehát sokat dolgozik mindenki mindenféle művészeti ággal, és ezért gondoltuk, hogy ha már színpadon ez megtörténik, akkor az Egyesület tagjai közt is legyen minél több nem csak kortárs tánc területéről érkező művész. Mint mindenhol a világban, ezek a csoportok a nagyvárosokban jönnek létre, hiszen a befogadói közeg ebben a térben sokkal erősebb. A Köszönjük Magyarország elnevezésű kezdeményezés pont azt a célt szolgálja, hogy ezek a kuriózumnak tekinthető előadások eljussanak a vidéki helyszínekre is. Szándékoltan nem budapesti helyszíneket keresve igazából meg tudjuk mutatni azt, hogy mi mivel foglalkozunk. Ezt nagyon fontosnak tartom abban a válaszolva arra a kérdésre, hogy hol tartunk. A kortárs művészetek, mint amúgy egyébként minden más országban is, általában nagyobb városokba, fővárosba koncentrálódik, de a mi egyesületünk kifejezetten azon ügyködik, hogy mennél többet találkozzunk nem Budapesten élő, vagy nem ott dolgozó nézőkkel, vagy akár a szakmai közeggel. Most itt például Bonyhádon úgy alakult a meghívás, hogy az itteni táncos palántáknak egy műsor lehetőséget igyekezett a művelődéséhez szervezni, és persze használva ezt a lehetőséget itt a Köszönjük Magyarország program keretében, ez egy ragyogó alkalom arra, hogy találkozzunk. Ennek megfelelően nem csak a bemutatókra került sor, hanem egyfajta közönség találkozóra is. Fontos ez azért is, mert a kultúrában vagy az iskolai nevelésben nincs, vagy csak érintőlegesen van benne a kortárs művészet. Eleve a kortárs táncnak, mint műfajnak a fejlődése korántsem ugyanaz az időszak, vagy ugyan annyi idő, mint ha mondjuk például a klasszikus balettre gondolunk, vagy éppen egy adott népnek a néptáncára. Tehát itt azért arról is kell beszéljünk, hogy mennyire van benne a kultúrában, vagy a nevelésben magában az, hogy a kortárs tánctól nem kell félni, hanem igazából mi is arra törekszünk, vagy most például itt a táncteremben szándékoltan nem egy színpadra tettük rá az előadásokat, hogy mennél testközelibb élményhez juttassuk a kicsiket, nagyokat, korosztálytól függetlenül, és még azt fontosnak tartom, hogy általában minden ilyen megmozdulás, kimozdulás alkalmával igyekszünk beszélgetésbe is keveredni, ami szintén elég nehéz, ebben már van tapasztalatom, hogy megnyitni az embereket arra, hogy lehet véleményük, hogy feltehetnek kérdést, és hogy aztán erről tudunk beszélgetni. Szerintem ez egy erős lépés abba az irányba, hogy a kortárs művészeteket, vagy épp a kortárs táncot mennyire értelmezik, hogyan fogadják, hogyan érzékelik, hogyan hagyják, hogy hassunk rájuk. Én, mint táncpedagógus is mindig arra törekszem, hogyha van lehetőségem a diákokkal diskurálni, és nem csak simán egy órát leadni, hogy érzékeljem azt, hogy nekik a tánc mit jelent, és mi az, amiért ők ezt a pályát akár választják hivatásuk gyanán. Tudnak-e arról a közegről, amiben belelépnek? És hát sok persze a hiányosság, de talán ezzel mi is hozzá tudunk járulni, hogy ezt így betömködjük a lukakat.